Most ez egy előselejtező, ahol vagyunk, több helyszínen zajlik a DEMKI szervezésében a Debrecen 24 vetélkedő, ami kizárólag a középiskolás fiataloknak szól. Ez egy városidentitás, laza nap, ahol gyakorlatilag a városról tanulhatnak, megmérkőzhetnek, vetélkedhetnek, gasztronómiai, sportos, Mozdulj Debrecen része is van, tehát egy fantasztikus napot szerveztünk nekik a DEMKI segítségével, aminek egy lényege van, az, hogy kapcsolódjanak ki, élvezzék egymás társaságát, küzdjenek a saját iskolájukért, a kötődés az iskolájuk irányába és Debrecen irányába olyan legyen, ami egy erős kötelék. Meg el ne felejtsük, hogy október 13 péntek van, tehát akik lehet, hogy baborásak, azok most izgulhatnak, de itt én azt gondolom, hogy itt sokkal többet tanulnak. Helytörténetet fognak tanulni, a magyar órának játékos verzióját tanulhatják meg, ami nagyon fontos, hiszen a mai kor gyermekei azért már az információt a világban mindenhol megkapják, és most is ki is kell próbálni, hogy ezt tudják-e. A civisségnek, tehát az, hogy itt vagyunk ebben a városban, ennek azért sokkal több annál, mint hogy azért megnézzük, hogy hol települtek városok annak idején, eleink hol telepítettek városokat. Itt azért se folyó, se hegy, de mégis az emberek itt telepedtek le. Azért, mert közösséget tudtak alapítani, tudást tudtak hozni nyilván a református kollégium által. Ezzel lettünk híresek, és ezt a debreceni tudást, ezt szeretnénk átadni a gyermekeknek. Debreceni középiskolások nem csak az iskolában, hanem az iskolán kívül is képesek legyenek olyan közösségeket alkotni, amelyben egy kicsit a debreceniségüket is megérik, hiszen tele van olyan feladattal, olyan játékkal inkább, úgy mondom, ez a mai nap, a 21 órás vetélkedő, amelyben a saját városunknak olyan dolgaival találkozhatnak, amivel találkoznak, csak elmennek mellette. Most bizony meg kellett találni ezeket a dolgokat, és kicsit a debreceniségük is erősödött, és amit láttam, amit jártam a különböző helyszíneken, hogy a gyerekek elképesztő módon élvezték ezt a dolgot. Tehát találkoztak egy olyan formában a városunkkal, amivel még soha nem, és ezt tetszik és élvezik, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy igenis a fiatalokra, sokszor mondunk sokfélét, a fiatalokat tudni kell megszólítani, és akkor a fiatalok ugyanúgy itt lesznek értékként közöttük, mint amit szeretnénk szülőként. 16 középiskola nevezett, tudjuk, hogy jövőre lesz majd a döntő, amelyben 12 csapat kerülhet majd be. Összesen 400 diák vesz részt különböző helyszíneken a programokon, vagyis most már itt vannak, mert a főzőverseny is megérkezett hozzánk, a városfelfedezők is visszatértek. Most lesz egy részleges eredményhirdetés, és utána jön egy ilyen exatlonszerű nagy váltóverseny, amelyen majd eldől, hogy ki az a 12 csapat, aki bekerül. De én biztos vagyok abban, hogy azok, akik nem kerülnek be, azok is olyan élményekkel távoznak, hogy jó volt itt lenni, és jövőre ugyanitt veletek.